Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk Rózsa Sándor, Karcagváros jegyzője, a helyi választási iroda vezetője. Köszöntöm, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, örömmel itt vagyok, és a választási iroda nevében is köszönöm a lehetőséget. Október 13-án ismét választ Magyarország a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzeti önkormányzati képviselők választására kerül sor. Mit lehet róla bővebben tudni, kik azok, akik mehetnek szavazni, hány órától hány óráig tehetik ezt meg, és milyen érvényes okmányokkal kell, hogy rendelkezzenek? Én úgy gondolom, hogy a helyhatósági választás, és egyben ugye a nemzetiségi választás is, az a fajta választás. Most az utóbbi időkben, ugye az utóbbi két évben ez már a harmadik választás, ami leginkább a választópolgárokhoz közel van, hiszen a helyi képviselőtestületet, polgármestereket fogják megválasztatni, illetve hát a nemzetiségi önkormányzatokat. Éppen ezért fontosnak tartom. Választás technikai szempontból viszont a legbonyolultabb választás, sok szavazólap lesz. A részvétel az remélem, hogy megelégedésünkre szolgál, hiszen az előző választásokban, ugye az utolsóban 47%-os volt a részvétel Karcagon, a országgyűlési 40% körül, reméljük, hogy e között a százalékok között a választópolgárok nálunk is meg fognak jelenni. Valóban október 13-ára írta ki a köztársasági elnök, október 13-án, ahogy a választási eljárásban szokásos, reggel 6-tól este 19 óráig tehetik le a voksaikat az állampolgárok az adott szavazókörbe, ahova lakóhelyük szerint tartoznak. Karcagon négy párt jelölt, mégpedig a Fidesz Magyar Polgári Párt, a Momentum, a Munkáspárt és a Jobbik Magyarországért. Tehát Karcagon négy párt jelölt képviselőjelölteket, három közülük az összes választási körzetbe, a Munkáspárt öt választási körzetbe jelölt. Azon túlmenően három polgármester jelölt van. Három polgármester jelöltette magát, ebből kettő lett jelölt, pontosabban így van. Tehát a Fidesz Magyar Polgári Pártnak és a Jobbiknak van polgármester jelöltje, de én azt hiszem, hogy ez köztudomású, hiszen az utóbbi időben a Karcagi Hírmondóban megjelentettük a jelölteket, illetve a polgármester jelölteknek is a nevét, és folyamatosan, tehát ezen a héten is szerintem már látták az állampolgárok, de jövő héten is meg fogjuk jelentetni. Ezen túlmenően lesz megyei önkormányzati választás is, ez egy listás választás. Itt több párt jelölt a megyei önkormányzati választáson. Ezzel kapcsolatosan is még fogunk tájékoztatást adni a választópolgároknak. Tehát a helyhatósági választásoknál három szavazólap lesz majd, és újdonság ebben a választásban most először, hogy a nemzetiségi választás nem külön szavazókörben fog történni, hanem minden szavazókörben, ahol lesz egy adott nemzetiségi választópolgár, aki bejelentkezett, hiszen ez is egy technikai, illetve egy adminisztratív módon történt, lehetett jelentkezni, aki egy adott nemzeti kisebbséghez tartozónak vallotta magát, regisztrálhatta magát, és így részt vehet ezen a választáson. Hát Karcagon nemzetiségi önkormányzatot csak a cigány nemzetiség állított, de ezen túlmenően, ha jól emlékszem, van német, bolgár, görög, azt hiszem, hogy ruszin nemzetiség, akiket láttunk a névjegyzékeken. Ezek az állampolgárok úgy fognak szavazni a szavazókörben, hogy leadják a voksukat a helyhatósági választásra, tehát a három szavazólapra, a polgármesterre, a képviselőjelöltre, illetve a megyei önkormányzati listákra, és akkor utána visszatérnek a
szavazatszámláló bizottsághoz is újabb 3 zöld színű szavazólapot fognak kapni, amiben egyrészt ugye a helyi nemzetiségű önkormányzati képviselőjelöltekre szavazhatnak már a cigány nemzetiség tekintetében, illetve a megyei, illetve az országosra. Tehát ennyiben más ez a választás. Szavazókörök tekintetében történt-e változás, és mozgóurna igénylésére van a lehetőség, hogyha igen, hol, milyen módon lehet ezt megtenni? Szavazókörökben nem történt változás, hál' Istennek nem adódott olyan probléma, ami miatt meg kellett volna változtatni. Az előző két választásos hasonlóan, és leginkább az előzőhez, az Európai Unióshoz hasonlóan a mozgóurna igénylés hasonlóképpen történik, bár ebben is van egy változás. Ez egy kicsit bonyolult, úgyhogy inkább úgy mondom majd, hogy visszafele. De alapvetően mozgóurnát igényelni lehet egyrészt ugye írásbeli meghatalmazás nélkül személyesen, valaki által beküldött meghatalmazással, illetve lehet írásbeli meghatalmazással, lehet internetes felületen a választás.hu-n, lehet ügyfélkapun keresztül, ezzel a négyféleképpen, és akkor a változás az az, hogy a szavazás napján, azaz október 13-án 12 óráig lehet kérni mozgóurnát a szavazókörökben személyesen meghatalmazott útján, illetve a választási irodán ügyfélkapunk keresztül. Tehát ezzel a kétféleképpen. A szavazást megelőző pénteken, azaz 11-én 16 óráig írásbeli meghatalmazással a helyi választási irodánál és ügyfélkapus rendszeren keresztül. És még azelőtt, szerdán, azaz 9-én 16 óráig levélben, tehát a levélnek meg kell érkezni 16 óráig, ez az egyik dolog. Másrészt a választási rendszeren keresztül, tehát a honlapon, a választás.hu-n keresztül, internetes módon, és az összes többin, amit elmondtam az előzőekben. Tehát ez egy kicsit bonyolult. A lényeg, ami a legfontosabb, hogy ha valaki lekéste ezeket a határidőket, akkor még mindig vasárnap 12 óráig azzal a kétféle módszerrel, tehát ügyfélkapunk keresztül, és a másik meg az, hogy írásbeli meghatalmazás nélkül is az adott szavazó körben kérhet mozgóurnát. Még egy változás, hogy ezek mind törvényi változások. Ezek törvényi változások, így van. Ezek így, de tulajdonképpen a 12 órás időpont az, ami a Európai Uniós, vagy az országgyűlési választás tekintetében más. Tehát ezt kell mindenképpen megjegyezni. Ami még fontos, hogy mozgóurnát az kérhet, és olyan helyre, ahol az állandó lakcíme van, illetve az olyan tartózkodási helyre, amit június 26-a előtt létesített. Tehát ez a kritérium van. Ezen a napon kerül ugye a nemzetiség önkormányzati képviselők választására is, mint említettük, és ugye, ahogy elmondtuk, egy helyen, egy szavazókörben tudják megtenni a választópolgárok ezt is. Így van. Az eredmények tekintetében, illetőleg a részvételi arány tekintetében mit lehet elmondani, mikorra várunk, mennyi választópolgárt várunk körülbelül? Hát én szeretném, hogyha azért meg szerintem mindenki, leginkább a jelöltek, úgy gondolom, hogy szeretnék, ha az olyan 40-47%, mint ami az előző időszakban volt, hogy az meg lenne, hiszen minél több választópolgár jelenik meg, annál inkább nagyobb a legitimitása a képviselőtestületnek, illetve a jelölteknek. Ugye ez egy nagyon fontos választás a települések számára, és ugye szavazólapokon történik. Mondjuk már azért el, hogy egyértelmű kitöltés kell, hogy legyen ezeken a szavazólapokon. Nyilván ennek vannak kritériumai, mik ezek?
Igen, ott lesz a szavazólapon is egyébként, úgy, hogy hogyan lehet érvényesen szavazni. A lényeg az, hogy a jelölt vagy lista mellett lévő körben két metsző vonallal, ami lehet egy X vagy egy plusz jel, úgy kell, hogy a körön belül essen a metszés pont, úgy lehet leadni a voksot. Hát persze azért sok minden előfordul a szavazólapokon, a szavazatszámláló bizottságok ezt nagyon jól tudják, hiszen nagyon kreatívak tudnak lenni az állampolgárok, mert mintákat, virágokat, mindent rajzolnak, kinek milyen kedve van. Néha még gondot is okozva, hogy érvényesnek vagy érvénytelenek minősítsék az adott szavazatot, de mondom, a legfontosabb az, hogy a körön belül essen két egymást metsző vonal. Hány órától hány óráig lehet menni szavazni? Ahogy mondtam, reggel 6 órától 19 óráig. Miért fontos a települések számára, hogy minél többen elmenjenek voksolni? Hát minden településnek szerintem az az érdeke, hogy a választópolgárok minél nagyobb tömege tudja a véleményét kinyilvánítani az adott településnek. Az elmúlt időszakáról, illetve azokról a programokról, amit a képviselő jelöltek, polgármesterek ígérnek a választópolgároknak. Milyen érvényes okmányok kellenek ahhoz, hogy valaki szavazni tudjon? Az első és legfontosabb, hogy olyan okmánynak kell lenni, ami a lakcímet tudjuk igazolni, tehát lakcímkártya mindenképpen, és minden formája, amíg azok a személyi igazolványok, amelyek még hatályban vannak, tehát érvényesek, azoknak minden formájával természetesen lehet elmenni szavazni, ezen kívül vezetői engedéllyel, illetve útlevéllel lehet menni. És ha valakinek mégis ezen okmányok közül nincsen olyan, ami érvényes, akkor a választás megelőző napon, tehát szombaton, és a választás napján is egészen 19 óráig a kormányablakok nyitva vannak, és ott végül is rendezheti az okmányait, illetve kaphat egy ideiglenes okmányt, amivel le tudja adni a voksát a szavazókörben. De azért felhívom az állampolgárok figyelmét, hogy még a jövő hét folyamán ellenőrizzék, hogy a személyi okmányaik érvényesek-e, nem jártak el. Megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Én szépen köszönöm, én is örülök a lehetőségnek. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!